No, hát akkor, mint ahogy ugye beharangoztam, meg is érkeztek a vendégeink, úgyhogy ez így van, és egyenesen Egerből, úgyhogy nézzétek el nekik, hogy egy icipicit késtek, de hát annyira sokat nem, de rá lehet fogni ezt tényleg abszolút a parkolásra. Nem tudom, egyébként sikerült-e parkolnotok, majd maximum ezt is elmondjátok. No, szóval az a lényege, hogy a vendégünk ugye a Pszichogang együttese, akik egészen 18 óráig lesznek itt velünk a stúdióban, úgyhogy már most intézhettek hozzájuk kérdéseket. Remélem, hogy nagyon sokan elhalmozzátok őket különböző kérdésekkel. Van nekünk egy fórumunk, ahova jöhet ugye a hozzászólások a kérdések. Azt mondja, hogy webrádió fóruma, és azon belül pedig ugye a mai nappal ellátott topikot kell keresni, tehát a 1103-as topikot. Ide írhattok nekünk, és legfőképpen a Pszichogenghez intézhetitek a kérdéseket. Emellett pedig ugye jöhetnek a dalkéréseitek is, hiszen tudjátok, hogy a dalokat is teljesítem, de azt nem győzöm hangsúlyozni, hogy ugye ezeket viszont csak a beszélgetések miatt csak időrendi sorrendben tudom teljesíteni. No, hát akkor nagyjából elmondtam mindent, úgyhogy köszöntöm itt a zenekarból azt itt Petit, illetve Zalánt is, és ráadásul azt hiszem, hogy igazi premier lesz itt a Rock Panorámában, meg azon belül ugye a Rockvilág Rádióban, hiszen olyan Pszichogang dalokat hoztatok magatokkal, amik még eddig sehol semmilyen formátumban nem voltak hallhatóak, hanem majd igazából most fog debütálni. De még ennyire ne szaladjunk előre, először is köszöntelek titeket, sziasztok, és örülök, hogy elfogadtátok a meghívást. Ott a Miki. Sziasztok, üdvözlünk. Na, ez az. így. No, örülök, hogy itt vagytok, és akkor még mielőtt belecsapunk ugye az újdonságokba, mert hát ugye tényleg hoztatok új nótákat, egy kicsit megkérnélek titeket, hogy javassatok be minket így a Pszichogangnek a múltjába. Hát annyira ugye azért nem kell, hiszen ha jól tudom, ugye 2008. januárja óta létezik a banda, de tavalytól tekinthető úgymond a felállás is ennek a mostani ilyen acélos brigádnak. Igen, hát mondjuk volt, tudjuk 2008-ban. Kicsit közelebb a Mikibe. 2008-ban elkezdtük ezt az egész projektet, és elindult egy ilyen rapmetálos, egy ilyen újvonalos vonalom az egész, ugye két énekkel, az egyik ugye erősebben énekel, a másik dallamosabb ének. Csak hát ugye rengeteg tagcsere miatt így mindenkinek adtam teret, és így mindig jöttek új tagok, és így mindig változtak a zenei stílusok. És végül is most kezd körvonalazódni nekünk a stílusunk, de nem akarunk beragadni egy bizonyos stílushoz, hanem így úgy van kiírva, minden van rock, metal, szóval ebbe belefér minden normálisan, úgyhogy lesznek könnyebben emészthető számok, meg lesznek elég súlyos hangvételű számok, és egy modernebb ilyen deathcore hangzású, meg ilyenek, szóval próbálunk széles palettán mozogni a zenei piacon. Volt már eddig ugye két kiadványotok is, az egyik a Valóság, a másik pedig a Dobod a lelked, amiből most osztatok ráadásul ugye nyereményt is, úgyhogy ezt a CD-t is meg lehet majd nyerni. Ezek milyen fogadtatásban részesültek mind a szakma, mind a közönség részéről? Hogyan mentek ezek? Milyen visszhangok jöttek vissza? Hát a legelső lemez az ugye az annyira nem sikerült nagyon jóra, még voltak hangzásbeli problémák, meg még annyira hirtelen volt az egész, hogy nem tudtunk rá felkészülni, de a Dobod a lelked az már egy elég kiforrott anyag lesz, és úgy érzem, hogy így elismertebb zenészek körökbe is mondták, hogy le a kalappal. Mennyire viszitek tovább azt a irányt, ami ugye a Dobod a lelked lemezen is hallható, meg hát majd ugye itt is nálunk egy-két nóta hallható lesz arról a korongról. Hát egy-két szem erejéig akarjuk mindenképp, de lesz benne kicsit ilyen volbites vonalt is, lesz benne ilyen nagyon dallamos skandináv énekes dolog, az igazi izmos metal, meg lesznek ilyen modernebb hangzású dolgok is benne. Értem. A felállás mennyivel változott, mert ha jól tudom, ugye nemrégiben volt egy dobos cserétek is. Így van, hát rengeteget, hát ez a 8 év alatt, hát lehet, hogy a Guinness Rekordok könyvében kéne pályázni, mert 22 tagcsere volt. Atya jó ég. Akkor nem volt vicc, amit azt hiszem még tavaly, amikor a Dobod a lelked kijött, akkor dobtatok nekünk ti is egy promó anyagot, és abba ugye úgy írtátok, hogy 21 tagcsere. Én meg azt hittem, hogy ez csak olyan, hát azért, mert hogy tényleg sok. Hoppá! Akkor fordult komolyra az egész Pszichogang, nekem ugye én kimentem Torontóba közben, egy fél évet így pihent a zenekar, és akkor utána Péter engem megkeresett, hogy akkor csináljuk közösen a projektet, és onnantól Isten igazán, onnantól él a legjobban a zenekar. Értem. No, hát akkor most jöjjön egy igazi premier, még mielőtt ugye elindítom, ez pedig azt hiszem, hogy még ti is egy kicsit meglepődtetek rajta, ugyanis azt mondtátok, hogy úristen, mi is a dal címe, hiszen annyira újdonság még, hogy ugye nektek is még inkább ilyen kicsit ilyen munkacímet viselt a dolog, de ugye ez lesz a Legyen az életben még című dal. Erről mit kell tudni, mikor született, hogy született, és ami a legfontosabb, ugye, ami a hallgatókat is érintheti, hogy mikor lesz bemutatva. Hát a legelső koncert most, hogy december 19-én lesz most.
Egerbe, a Gödör klubba. Még zenekarok terén nem tudjuk, hogy kik lesznek a vendégzenekarok, majd azt még átnézzük, és utána szeretnénk majd tavasszal menni egy turnéra valamelyik nagyobb zenekarral. Hát igen, a turnék gyanánt azért hál' Istennek mindig izmosan nyomultatok, tehát ugye a Koppányéktól kezdve a Rómeó érzik, stb. Tehát ebben azért mindig acélos volt a Pszichogang. No, hát akkor hogyan született a Legyen az életben még című nóta? Életben miről szól? Erről mondjatok nekünk egy-két dolgot. Szervusztok! Erről a dalról annyit kell tudni, hogy ez még nem ennek a felállásnak a szüleménye, ez a dal, csak szerintem egy picit át gondolva és áthangszerelve újra belekaptunk. Egyébként maga a munkacím az Paraszt néven működött, ami ugye nagyon sok mindent elmond a dalról. Szövegéről pontosan annyi, amennyi a címe is, hogy legyen az életben még valakinek egy esélye. Nagyon nem szoktunk egyébként így beleválaszolgatni, hogy miről szól a dal, mert annyira nyitva hagyjuk az ajtót szerintem, hogy mindenkinek, ami épp eszébe jut, mert szerintem annyira nem számít, hogy nekem mi a véleményem a dalról, inkább az, hogy amit a zsűri, a közönség állapít meg. Úgyhogy nagyjából erről szól, hogy mindenki kaphat még egy esélyt, hogyha egy kicsit jobban odafigyel. No, a közönség pedig most meg is állapíthatja, meg is mondhatja a véleményét erről a dalról, úgyhogy egy igazi premier következik itt a Pszichogangtől. Mikor kerül ez majd nyilvánosságra? Jó, most ugye nyilván ez a premier. Várjuk. Ja, nagyon. Ugye tudni kell, hogy egy kis EP készült most, amiről az összes számról készül majd videóklip. Pont most várjuk a klipet elkészül, és azért is volt az elején ez a cím, dalcím variálás, mert pont tegnap kapta meg a leendő címét a dal, úgyhogy ez még nagyon új, reméljük, hogy már jövő héten, no, a hétvégén már látható lesz. Hölgyek, urak, akkor egy igazi premier itt nálunk a Rock Panorámában a Pszichogangtől. Aki pedig szeretne kérdezni a bandától, akkor az ne habozzon, hanem írjon nekünk a napi adáshozzászólások 11.03-as topikba, és kérdezzetek a zenekartól. Emellett ugye jöhetnek a dalkérések is, mindjárt megnézem, hogy melyik volt a leggyorsabb dalkérés, mert ugye ezekkel időrendi sorrendben haladok tovább, és nem sokára lesz majd egy nyereményjátékunk is, melyben ugye a Pszichogangnek a 2012 év végén megjelent Dobod a lelket című CD-jét is megnyerheti majd egy szerencsés hallgató. Matters.
Veronika kérdés, vagy kérdés, kérésére volt hallható ugye egy jó kis himnóta. Előtte pedig a Pszichogeng volt hallható, hiszen ők vannak itt egyenesen Egerből, és azért hangsúlyozom, hogy egyenesen Egerből, majd a következő kérdés sor is ugye ezzel kapcsolatos, de elmondom még egyszer gyorsan az elérhetőségeinket, ahol ugye kommunikálhattok a bandával is, felteltitek kérdéseiteket, tehát napi adás hozzászólások 11.03-as topik ugye a fórumunkon keresztül, emellett pedig elérhetőek vagyunk a Facebookon, mind a Rockvilág, mind a Rockpanoráma, lehet lájkolni mind a kettőt, és lehet hozzászólni azokon keresztül is a vendégeinkhez. Ezt tette egyébként Geri is, úgyhogy Geri üzenetét olvasnám. Hát szia Geri! Eddig sajnos nem volt szerencsém a bandához, de tetszetős, amit hallok. Jól figyeltem? Egriek vagytok? Milyen az egri metál élet? Ezt kérdezi Geri. Szia Geri! Szia Geri! Válaszolj, csak annyit tudok mondani, hogy gyatra. Várjál, miért nem? Ja, azért nem szóltam, mert nem kapcsoltak be. Most mondjad, most... Hát válaszul azt tudom mondani, hogy gyatra. Igazából mostanában hát nagyon visszaszorult az a vonal, hogy az emberek el tudnak menni igazából koncertre, mert úgy mondva nem tudják nagyon, tehát nem is akarják megfizetni azt a pénzt, hogy elmenjenek egy jó koncertre, másrészt inkább elmennek egy kocsmába, és akkor a pénzt inkább elisszák. Igazából Egerben ez az underground vonal megy nagyon-nagyon. Pont ezt akartam kérdezni, hogy pedig ugye a 90-es évek, 80-as évek vége, 90-es években nagyon-nagyon ment a hardcore, metalcore vonal. Igen. Tehát még a 90-es években ugye akkor alakult, vagy akkor indult ez a tango underground, a tisztán területben, stb. Utána ugye már ez a vonal is már inkább így elkezd zapadni, már egyre kevesebben járnak rá koncertekre. És igazából még mindig vannak fiatalok, akik még tolják, például ilyen a téveszmel, vagy a most az a volt szükségállapot, vagy Fóbiány nevű zenekar. Ezekre az együttesekre még igazából lejárnak, de nagyon ritkán koncerteznek, és tehát ilyenkor van tárház, de egyébként amúgy senki nem jár koncertekre. Ha már így megragadtad a mikrofont, akkor gyorsan meg is kérdezném, hogy milyen a Pszichogengben ugye a dobok mögött, hiszen te vagy az újdonsült tagja a zenekarban. Igen, hát jó, nagyon jó, tehát így élvezem. Ismerted egyébként korábban is már így a bandát? Azt szólt nekem először, hogy mi lenne, ha beszállnék, mert elején még az underground vonalba doboltam, van egy együttesünk, egy ilyen underground stílusban. Van is még egyébként? Igen, van is még, csak most egy kicsit szünetelünk, mivel diplomamunkának lát ő a gitárosunk. És tehát azt is szólt nekem, hogy mi lenne, ha elmennék. Elmentem az első két próbára, azt mondták, hogy jó lesz, és most dolgozunk gőzerővel. Próbálom, vagyis hát tanulom a számokat, és akkor utána indulhat az új számok. Majd abban már majd én alakítom a dobokat, ahogy akarom. Az új számok pedig ugye már itt vannak úgymond a kanyarba, és azt hiszem, hogy a megjelenésnek igazából az a hátulütője még, hogy ha jól tudom, ugye ezeket úgy szeretnétek megjelentetni a rajongók felé, hogy videóklippekkel egybekötve. Tehát nem csak az, hogy dalpremier, hanem rögtön hozzájuk videó is. Ez pedig nyilván azért időigényes. Meséltek egy kicsit erről is, hogy jött ez a koncepció, hogy tényleg igazából videóklippekkel együtt szeretnétek ezt így piacra dobni. Hát ugye egy videoklip már erről megjelent, a Napban néző című dal, ja. Ami én úgy vett, nem csak én, zenekar is úgy vágta le, hogy elég jó sikerrel, nagyon-nagyon jó nézettséggel nézegetik, elég tőlünk is elég meglepő 3 óra alatt felvett videoklipről van szó. A második dal, aminek még ugye még szám címét sem fogom most elmondani, azt hiszem meg se hallgatjuk. Az jön most. Jó, akkor úgy, na, arról a dalról készül most egyébként, az már nagyon-nagyon vágási munkálatok alatt van, és akkor amit az előbb hangzott a nekünk még a mai napig paraszt címmel, úgy se fog eszembe jutni most a címmel, az pedig az animáció, ugye az is ugye az sem rajtunk múlik már, de a másik dalnak is fogalnak már véve a képanyagai, már csak tényleg vágás van. Az, hogy miből jött az ötlet, inkább úgy, hogy adjuk oda a közönségnek úgy, hogy ne kelljen az egész lemezt gyorsan fölvenni, hanem akkor gyorsan rögzítünk 3 számot, és akkor hogy kéne ezt tulajdonképpen nyilvánosságra hozni, akkor gyorsan mind a háromhoz egy
különböző stílusú, meg különböző műfajú videoklipet. Hát egyébként elég sok zenekar használja most már ugyanezt, hogy gyakorlatilag ilyen lemezelőzetes EP, tehát ilyen piacra dobnak 3-4 dalt, és akkor esetleg az már tényleg így előlegzi majd a lemezt, vagy valami ilyesmit. Azt szeretném még erre mondani, hogy remélem, hogy nem ez a 3 szám lesz a legjobb az új albumon, mert ugye az ember mindig úgy van vele, hogy ami már kész van, az már mindig rosszabb, mint ami most fog születni, de egyébként minden dal nagyon tetszik, nagyon szeretjük. A videoklip forgatások hogyan zajlottak? Tehát eleve már megvolt mindegyikhez ugye a kész terv, tehát forgatókönyv, minden? Semmi. Semmi, abszolút? Semmi, kimentünk. Melyikhez? Jó, nem volt olyan meggyőző. De az se úgy született, amire nem jött el a zenekar. Egyedül voltam ott, egyben motorossal. Égett a pofánról a bőr. Ja, ez az, amit meséltél így adáson kívül, hogy motorosokat is írtatok vendégül. Igen. Mert nem akartunk olyat, az volt a koncepciója a srácunk, aki készítette a klipet, hogy tulajdonképpen van egy története, meg van egy zenekari oldala. A történeti részben nem akarták, hogy benne legyünk, de tudtuk, hogy mikor van a forgatás, azért mindenki arra a napra ugye vállalt munkát, meg ilyeneket, ezért nem tudott ott lenni a forgatáson, és az előző este, mikor meglátogattuk a klipben szereplő motoros bandát, vagy motoros társaságot, ők mondták, hogy azért kurva jó lenne, hogyha holnap találkoznánk az egész zenekarra, és aztán, hogy sehogy nem tudtuk összehozni, úgyhogy persze biztos volt ennek valami lustaság is a hátában, de mindent meg lehet magyarázni. Egyébként van már így más hozzászólás is, mégpedig úgy látom, hogy ismerősről is van szó. Egészen pontosan Gyuriról, aki a Üstökös Rock Blues Bandnek a oszlopos énekese. Ő üdvözölt titeket, azt írja, hogy üdvözlöm Atiékat, és hogy vigyázz Gyuri, mert teli lesz el tetoválla. Akkor ezt gondolom, ez ugye az Asztira. Oké, akkor ezt megúszom mondjuk. No, hát viszont Attila, Gyuri, örülök, hogy hallgatod a műsort, és örülök, hogy akkor a zenészek is hallgatják. Mi is nagyon örülünk. Rockvilágot. No, hát akkor jöjjön ismételten egy premier, ez pedig a Ha mennem kell című dal. Erről is mondjatok egy-két dolgot, bár ugye mondtátok, hogy nem szerettek a dalaitokról külön véleményt formálni, de most én erre kérlek titeket. Pár mondatban mondjatok róla valamit. Hát ez egy elég pörgős nóta. Próbáltuk így a dallamvilágát és kicsit, hogy így a dallamosba, de viszont ilyen nagyon erős hangzású gitárokkal, meg vannak benne egy picit ilyen Fear Factor is, ilyen gitártémák, úgy lett felépítve az egész modern, de viszont mégsem megy el abban a stílusban, nem megmarad egy ilyen erős metal alapon az egész. És annyit gondoljuk, hogy ez a hangzásvilágban is kicsit másabb, mint ami lesz még az albumon nekünk, mert úgy akarjuk felépíteni az albumot, hogy sajnos sok zenekarnál figyeljük, vagyis a 90% a zenekarnál, hogy egy hangzással mindent, meg egyféle hangnembe. Szóval ne, és tényleg a két számot kiszúrnak egy albumról max, és többi az ilyen csak ilyen töltelék. Mi azt szeretnék, hogy minden számunknak legyen értelme, tényleg olyan hangzásba fölvenni, hogy az jó is legyen, meg ne legyen monoton, ne legyen unalmas, mint hogyha most egy számot hallgatnák. Meg inkább a hangulata. Igen, hangulata, így van. A hangulatára oda menni. Ez pontosan arról szól ez a dal, ami a címe. No, hát akkor már indítom is, hölgyek, urak, úgyhogy vendégünk továbbra is a Pszichogang, úgyhogy jön egy igazi premier itt nálunk a Rock Panorámában, ez a Ha mennem kell című dal, és várjuk továbbra is a hozzászólásokat a zenekartól, kérdezhettek bátran a napi adás hozzászólások 11.03-as topikba, vagy pedig a Facebook oldalunkon, a Rock Panoráma vagy a Rockvilág oldalán is nyugodtan kérdezhettek.
Liquidator kérésére volt hallható egy subscribe nóta, de elmondanám azt, hogy a dalokat, a dalkéréseket azt tudjátok jól, hogy ugye időrendi sorrendben tudom csak teljesíteni, hiszen a Rock Panorámában mégiscsak inkább előtérben ugye a vendégeink vannak, mint például most az első órában ugye a Pszichogang egyenesen Egerből, a második órában viszont majd a BZ Project, és Zoli már BZ itt is van velünk a stúdióban, és épp az imént említette, ugye miközben hallgattuk a Pszichogang új dalát, a igazi premiért, hogy mennyire jól szól a cucc, mennyire jól szól így az anyag. Ez is lenne akkor a kérdésem, mert ugye azt hittem már említetted, hogy erre külön törekedtek majd ugye a nagylemezzel kapcsolatban is, hogy minden dal frankon megszólaljon úgy, ahogy kell, hogy milyen körülmények között rögzítitek a lemezeket, vagy a dalokat egyelőre, aztán majd nem tudom, hogy a lemez az hogyan mind készül. Hát hál' Istennek egy régi, egy nagyon jó barátunk, ugye Egerbe költözött, ő mondjuk a régi Disco Express zenekarnak volt az egyik gitárosa, Mészike. Ő csinálja a stúdióanyagainkat, és annyi szerencsénk van vele, hogy tényleg nagyon szereti a zeneinket, és élvezetből csinálja. Szóval érződik is az anyagon, hogy beletesz anyai tapait, minden tudását, ami van neki a stúdiózáshoz. Meg még azt is hozzá kell tenni, hogy én tényleg rengeteg erősítőm voltak. Itt a zenésztársaim tudják, hogy én 40 nem tudom hány erősítőt kipróbáltam már, rengeteg hangszerűtől fogva, gitárokat, mindent, és hát folyamatosan törekszünk arra, hogy minél tökéletesebb legyen a hangzás. És meg nem akarunk nagy tudásokba se esni, mert azért szeretnénk a élőbe ugyanezt tudjuk produkálni, úgyhogy aki eddig látott még minket élőbe, tényleg a Romeo turné folyamán, és ez tényleg nagyon jó esett, hogy sokan jöttek meg, a technikusok azok rendesen örültek, hogy tényleg nem volt velünk sok baj. Szóval élőbe is tudjuk produkálni a minőséget. No, közben Veronika kérdezi, vagy legalábbis úgy írja, hogy közben rámentem a YouTube csatornátokra, ott talán az egész lemez fenn van? Ezt kérdezi tőlünk. Jó, egyébként ezt a lemezt, ezt most teljesen meg is lehet egyébként nyerni, tehát rendes fizikai formátumban itt van az asztalon, úgyhogy szeretnénk, hogyha ezt egy hallgató megnyerni. Ha már hoztátok, srácok, akkor köszönjük szépen, és akkor dobjatok fel egy kérdést, jó? Ezzel kapcsolatosan is, hogyha valaki ugye leggyorsabban és természetesen helyes választ ad rá, akkor az most megnyerheti ezt a CD-t. Most nem mondom a lemez címét, mert még lehet az is, hogy ez lesz a kérdés, de találjátok ki akkor egy kérdést, jó? Ja, hát akkor az lenne a kérdésünk, hogy melyik év battuk ki a Dobod a lelked című LP-t. No, akkor ez lenne a kérdés. Szerintem ennek utána lehet járni nagyon hamar, ugye? No, hát akkor várjuk a helyes választ. Azt mondja, hogy napi adáshozzászólások 11.03, tehát a mai nap ellátott topik. Ide várjuk a helyes megfejtést. Kérdésünk tehát nem más, mint hogy a Pszichogang melyik évben dobta piacra a Dobod a lelked című nagylemezét. Aki a leggyorsabban adja a választ, akkor az pedig ezt a CD-t meg is nyerheti. Addig pedig zenéljünk egy kicsit ugye természetesen velük, a Napban nézve című dal jön. Erre már elkészült a klip, úgyhogy ez volt ugye akkor az LP-nek az első ilyen felvezető dala, mondhatjuk így? Így van. Ez pontosan így van, ez azért is lett kiszúrva, mert tényleg más a hangzása, mint az összes dalnak, meg a karaktere is, ami... Az egész hangulata, az egész dalnak, azért azt akartuk, hogy még az, aki ismer minket is, annak is meglepő legyen, és tényleg az volt, hogy azok voltak rá reagációk, hogy ezt nem várták volna tőlük. Kicsi írt közben, hogy 2013... Ejjjjjjj, ez kicsit olyan, na, szóval sajnos kicsi, ez így nem teljesen oké, de még várjuk a helyes megfejtést, úgyhogy a kérdésünk változatlanul az, hogy a Pszichogangnek a Dobod a lelked című CD-je melyik évben készült el, és akkor én már indítom is a dalt, mert erről a lemezről is szeretnénk majd még egy nótát leadni, úgyhogy várjuk változatlanul a helyes megfejtést, napi adás hozzászólások 11.03-as topik.
Vendégünk a Pszichogeng, és igazi premierként három dalt is hallhatatok majd a közelgő EP-ről. Mellette pedig ugye itt van nekünk a Dobod a Lelket című CD is, ami most már kimondhatjuk, hogy 2012-ben jelent meg. Már csak azért mondom, hogy kimondhatjuk, mert ez volt ugye a kérdésünk, amelyre ugye vártuk a helyes választ, és ezt Zsozsó tette meg. Úgyhogy ő írta ezt, hogy 2012, úgyhogy köszönjük szépen, Zsozsó, és akkor gratulálunk természetesen ugye a nyereményednek. Arra viszont kérlek, hogy mindenképpen írd meg nekem a pontos elérhetőséget, tehát cím, mindenféle dolog, tudod, hogy ugye ki tudjuk egyrészt vagy postázni, vagy ha budapesti vagy, akkor általában azt a megoldást szoktuk választani, hogy itt ugye a Trabant Presszóban, hiszen innen itt van a stúdiónk, és akkor itt a pultban átvehető, de mondom, itt a legfontosabb, hogy írd le minden elérhetőséget. Jó, Zsozsó, és köszönjük szépen, hogy játszottál velünk, úgyhogy gratulálunk a nyereményedhez. No, srácok, akkor viszont zárásként, mert hát ugye sajnos az első óránknak lassan vége, térjünk rá a jövőbeli tervekre, jó? És akkor itt kiegyezve ugye az LP megjelenés, esetleg aktuális koncertek, ilyesmi, tehát mire számíthatnak a rajongók veletek kapcsolatban? Hát, ugye nagyon szerettük volna még ebben az évben megcsinálni a lemezt, ugye ez a tagcsere miatt, tagcserék miatt ugye ez most nem jött össze, de nem fogunk nagyon sokáig ülni rajta, mert ha minden összejön, akkor februárban nagyon szeretnénk ismételten egy turnéra menni, ami azt jelenti, hogy addig mindenféleképpen ki fog jönni. Legközelebbi koncertek, most hallottam itt a mellettem ülő úriembertől, hogy 19-én, azaz december 19-én Egerben a Gödör Klubban fogunk játszani. Úgymond nem vendégzenekarok, az összes többi zenekar, aki még azon részt fog venni, még nincs teljesen letisztázva, ezért még azt nem tudom sajnos így elmondani. És valószínű, hogyha összejöhet, akkor ez is egy ilyen még csak ha nem kaptunk visszajelzést, akkor 20-án szeretnénk december 20-án Kecskemétre menni. Így van. De reméljük több tagcsere legalábbis a közeljövőben. Most már nem szeretnénk. Mert ez a 22, ez tényleg sok egy zenekar életében. No. De nem szeretnénk. No, srácok, akkor viszont köszönöm szépen, hogy itt hát voltatok. Hát mi köszönjük, nagyon jól éreztük magunkat. És további sok sikert kívánok természetesen a zenekarnak, aztán hogyha mondjuk kijön a nagy lemez, akkor remélem, hogy újra itt leszek valamit a stúdióban. És akkor az első rádiók egyike leszünk, ahol ugye bemutatjuk majd az új Pszichogeng lemezt. Nagyon szépen köszönjük, és annyit kérnénk, hogyha valakinek megtetszett a zenekar, akkor a videoklippeket, vagyis a YouTube-os hallgathatóságot, nézhetőségeket és a Facebook oldalunkat azt lájkolja, mert sajnos Magyarországon ez már számít. Ezt köszönjük szépen, a számok törvényében igen, élünk. Na, akkor indítom is a dad, miért megfulladok.